Sziasztok mindenkit, üdvözlök! A PC World oldalán jelent meg a írás, hogy hamarosan jönni fog az AMD Ryzen 5 2600X. Erről a modellről még nem hallottunk, ugye a 2200G, 2400G már megjelent, kaptunk információt a Ryzen 7 2700X-ről, most viszont a 2600X-ről van szó, ami állítólag véletlenül tudódott ki, de minden esetre nagyon örülünk neki, hiszen így már most is tudjuk, hogy jönni fog, ráadásul a cikk szerint 12 nanométeres gyártás technológiával fog ez is érkezni. Valószínűleg azért lehetett rá számítani, nem volt biztos. Mindenesetre nagyon örülünk neki, hiszen ezek az újabb gyártás technológiák nagyon jó teljesítményt, kisebb fogyasztást garantálnak. És hozzávetjük, hogyha már az AMD most 12 nanométeres gyártás technológiával dolgozik, vajon az Intel mikor fog jönni ezzel a technológiával, mindenféleképpen előnyt fog hozni a processzornak. Alapszinten 3,6 GHz, turbószinten pedig 4,5 GHz-re emelkedik az órajel. Ugye ezek az X-es processzorok eléggé boostosak, tuningosabbak, ez így volt eddig is. Ami viszont még mindig probléma lehet, hogy nincsenek kint a AM4-es új alaplapok, tehát BIOS frissítést kell még megoldanunk a régin, hogy ezek a processzorok üzemképesek legyenek. Egyébként 6 magos lesz, Ryzen 5 1600X is 6 magos volt, és 12 feldolgozó szálnak érvényesült. Lényegében biztos, hogy azért ez egy komolyabb processzor lesz. 248 euróért jelent meg, ezt nem tudjuk, hogy itthon majd mennyire lesz kapható, de bízunk benne, hogy mindenféleképpen jó hatással lesz a jelenlegi árérték arányra is. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!